És mi lehetett az eredeti elképzelés, ugye, imént hallhattuk, hogy koalíció posgaival ez volt végülis az MDF-nek, vagy a kezdet-kezdetén ez volt a reális forgatókönyv, ezt lehetett látni, hogy ide tud fejlődni ez a szervezet, de mondjuk egy választások útján történő hatalomba bekerülése az MDF-nek posgai új pártja mellett, vagy ez esetleg nem választások útján, hanem a meglévő társadalmi rend jelentős átalakítása nélkül, választások nélkül került volna be valamilyen úton, módon. Mi volt erről az elképzelés? Igen, volt erre igen. Ki, kidolgozott igen, elképzelés? Abszolút, abszolút az első tehát az, hogy arra készültünk, hogy választások lesznek. De ez, ez, mondjuk a nagy közönség számára akkor volt nyilvánvaló, amikor Szűrös Mátyás 23-án, október 23-án bejelenti a Kossuth téren, hogy, hogy, igen, választások lesznek. Na de ez nem a ő fejéből pattant ki akkor. Hát ez, ez akkor már egy, egy, egy döntés volt, hogy, hogy a szocialista párt gyakorlatilag a tárgyalásokon ez már eldőlt, hogy velem mennek egy, egy, ilyen, ilyen megoldás és miután ők joggal számíthattak arra, hogy egy pozgai párt elég jelentős százalékot kaphat a szavazásokon, de nem eleget, ahhoz, hogy kormányt alakítson, az MDF joggal számíthatott arra, hogy jelentős támogatást kap, de nem eleget. Ezért ennél fogva nyilvánvaló volt, hogy annak van esélye, aki már a választások előtt tudja, hogy kivel fog tudni koalíciót kötni a választások után. Hát ez volt a, a, a háttere. A elméletileg, vagy hogy mondjam, filozófiailag pedig az, hogy ugye itt arról volt szó, hogy Föl nem vetődött még az MDF alakulásakor, hogy hogy itt ne a, a baloldalon belül történjék egy jelentős fordulat, hanem egy liberális fordulat. Ez föl nem vetődött, tehát a mi van nem. A baloldalnak a két nagy hagyománya volt. Volt a népi baloldal és volt a moszkvita baloldal, amelyik aztán dörgölőzött, kereste a kapcsolatokat a. a a nyugati liberálisokkal. Na most itt, tehát arról volt szó, hogy, hogy az a népi baloldal, ami Csurka Csóri nevével fémjelezhető, meg Csengei nevével fémjelezhető, és amelyik a két világháború közötti népi írói mozgalomnak az eszméit, politikai ideáit tűzte az ászlajára, hogy ez lenne a, a tartalma, tehát a szellemi iránya a, az új Magyarországnak, és ebben a legnagyobb segítséget egy olyan politikai erő tudná adni, amelyiknek már van gyakorlata az ország szervezésben vagy vezetésben. Ezt most csak zárban teszem hozzá, és sokkal nagyobb probléma, mint aminek utólag látszik. Tehát az, hogy ezt az NDF később megtanulta, tehát úgy bekerülni kormányzó pártnak, hogy, hogy nincsenek embereid, megfelelő tárcáknál a megfelelő, és a diplomáciával. és a diplomáciával. Tehát ez egy borzasztó probléma, tehát ez jó volt kitalálva, hogy úgy mondjam. Tehát a posgainak volt annyi ö, embere már a, a kultúrában, hogy, hogy számíthatott arra, hogy, hogy ez egy működő valami lesz. Ezt a, ezt a világpolitika elsodorta, ezt a, ezt a verziót. Tehát még egyszer azt mondom, hogy hogy ugyanolyan Radikálisan állt szemben 89 őszén már a, a, a később szabaddemokrata társaság a, a, az MDF-fel, mint ahogy a, a Pozsgai szemben állt a Békeségféle később nyilvánvalóvá vált, hogy liberális e, 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 párton belüli fő, főcsapattal.